Hogy tud helytállni és élhető jövőképet kialakítani a hazai magyar nyelvű oktatás olyan körülmények között, amikor folyamatosan változik a rendszer, a demográfiai mutatók pedig nem kedveznek a korábban terve vett oktatási hálózatnak. Persze sikertörténetek is vannak ezen a területen, ezekről is kérdezem Magyari Tivadart, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség oktatási ügyvezető alelnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nos, hogy néz ki a magyar oktatási hálózat 2017 őszén, melyek az erős pontok, gyenge pontok, hogyan látják? Hát ez az oktatási hálózat 2400, majdnem 2500 oktatási intézményben, csak nem 3000 helyszínen folyik, tehát itt minden kicsi falu is benne van. Most már jóval kevesebb, mint másfél százezer tanulóval, tehát olyan 140 ezer körül van, és majdnem 15 ezer pedagógussal. Hát ezek a sarokszámok, valami 400 önálló, csupán magyar tannyelvű intézetben, amiből olyan 60-70 szokott ismertebb lenni, mert ezek a középiskolák, tehát liceumok. Most a demográfiai mutató az minden évben téma, és nyilvánvaló, hogy különböző földrajzi társadalmi kontextusban ez változó mutatókat, számokat jelent. Hogyha azokat a vidékeket nézzük, ahol mondjuk szorványoktatás folyik, ez a bevett terminus, használjuk mi is ezt, egyre égetőbbnek tűnik a helyzet, úgy néz ki, hogy bizonyos oktatási intézmények annak érdekében, hogy talpon tudjanak maradni, elszívják a környékbéli kisebb településekről a tanulókat. Úgy néz ki, hogy a következő szűk periódusban valahogy valakinek meg kell hozni döntéseket. Stratégiailag ezt hogyan gondolják végig, hogyan tudják kommunikálni, mi történik ezen a területen? Ez nagyon nehéz, és ez összefogást igényel egyfelől, másfelől pedig differenciált, tehát helyi megközelítést. Nem lehet egy szatmári helyzetet egy brassóival, de még egy aradit a temesvárival, vagy arad megyeit a temes megyeivel sem összevetni. Ott, ahol már egyiskolás megyéink vannak, mint Szeben, Temes, Brassó, nem Brassó, de mondjuk Hunyad, vagy két iskolások, mint Máramaros, meg Brassó, ott már osztály megszűnésekre a következő 5-10 évben már csak azért sem lehet számítani, mert már csak ennyi maradt, és nehéz lesz fenntartani a meglévőket. De ott, ahol még bőven vannak középiskolai osztályok, ott átlagban 2,5-3 osztály szűnhet meg egy olyan 10 éven belül, tehát ennyivel kevesebb 9. osztály indul a középiskolákban. Ez azt jelenti, hogy majdnem egy iskola veszne el. Tehát az elkövetkező 2-3 évben, de még hamarabb, ha lehet, valamiféle vagy megoldást kell találni, vagy a rendszer kell átalakítani, akár törvénymódosítással, vagy pedig egy kedvezőtlenebb gazdasági, jogi környezetben is fel kell készülni ezekre a változásokra. Mi történik Székelyföldön ilyen szempontból, hogyha már ugye a szorványra reflektálva mondtunk néhány adatot? Székelyföldön is van népességfogyás, tehát Udvarhelyszéken egész falvak, vagy egész sor falvakban szűnhet meg az elemi oktatás, ami eddig létezett, úgyhogy beszorul Udvarhelyre. Ott csak annyi a különbség a szorványhoz képest, hogyha egy faluban még 2-3 gyerek születik, akivel nem lehet fenntartani, legalábbis a mai körülmények között az oktatást, azokat kénytelenek lesznek a szülők bevinni mondjuk Székelyudvarhelyre vagy Székelykeresztúrra, bevinni ingázásra, vagy beköltöznek a családok, sokszor ez történik. Szorványban viszont gyakrabban az történik, hogy amennyiben 2-3 magyar gyerek születik, akkor és van román iskola, ami még fenntartható, mert ott is szűnnek meg iskolák, akkor meg románba iratják. Minden évben van egy-egy ilyen példa, hogy egy tannyelvváltás, iskola megszűnés miatt. Ezek a rosszabb tannyelvváltások, mert van egy tannyelvváltás, ami a szülők akaratából történik. Ezt mi megpróbáljuk befolyásolni, de mikor tannyelvváltás kényszerből történik, amúgy magyarba mennének, akkor az nyilván egy nagyobb probléma.
Hogyha ennyire meghatározza a helyi helyzet azt, hogy miként kell orvosolni, kezelni ezeket a problémákat, hogyan képzelik el a munkát oktatás szervező entitásként a közeljövőben? Hogyan tudnak erre rákészülni? A nyár elején arra jutottunk, hogy egy kicsit jobban integráljuk a megyei tervezéseket és döntéseket. Az elmúlt 4-5 évben erre helyeztük a hangsúlyt. Most megegyeztünk, volt egy megyei, a megyéknek volt egy találkozója Kolozsváron, RMDS vonalon, és megegyeztünk, hogy milyen lépésekben és milyen szervezeti keretben értékelik hétről hétre, ha szükséges, az oktatási helyzetet, és hogyan kapcsolódnak be egy országos értékelési és döntési és végül is cselekvési rendszerbe. Szorosabbra fűzzük a Romány Magyar Pedagógus Szövetséggel a kapcsolatot, őket tekintjük a szakma képviseletének, és megpróbálunk helyről helyre, esetről esetre dönteni. A napunk nagy részét ez foglalja le, hogy különböző falvak kicsi óvodáiban indul vagy nem indul, hosszú vagy nem hosszú programú csoport. Gyakorlatilag akkor ez egy megoldás, javaslat, tétel formájában történik meg, illetve ügyintézés, amennyiben a politikai vonalon lehet lépni, vagy sem. Igen, ez egy óriási rendszer, az oktatási rendszer. Például a színházaké felelnék, akkor nem tudom, mit csinálnék, mert van 4, 5, 10, 20, és egy körtelefonnal megoldható. De az előbb mondtam, hogy 3000 helyen folyik magyar oktatás. És abban már erősek vagyunk. Ezen körülbelül 10-15 éve sokat dolgozott az iroda, ahol most én vagyok, hogy szinte percek alatt tudjuk meg, hogy mi van, mi a baj, de abban be kell ezt látni, és ki kell mondani, abban még nem vagyunk erősek, hogy tegyünk is valamit, vagy cselekedjünk, megmondom miért, meg kevesek az eszközeink. Tehát a román iskolai rendszerbe, a román oktatási rendszerbe vagyunk integrálódva, nagyobb cselekvési lehetőséget egy oktatási kulturális autonómia adna bármelyik kisebbségnek, a magyar kisebbségnek is. Virágos. Most ezzel szemben épp az ellenkezőjét tapasztaljuk, hiszen a tankönyv hiány mentén fölmerül pontosan annak az elképzelés és ötlete, hogy valahogy megkerülve a versenytárgyalásoknak a nyűgét központosítsák, és egy kiadó foglalkozon a tankönyv kiadással. Ezt hogy látják? Mi úgy látjuk, hogy ez nem feltétlenül illethető az államosítás szóval, már csak azért sem, az államosítás tényleg hagyományosan rosszat jelent. Itt azt tapasztaltuk, hogy a tankönyvkiadás, különösen a magyar, ami mindig a végére maradt, tehát a fordítások után lehet ugye kiadni legtöbb tankönyvet, a magyar tankönyvkiadás megszenvedte ezt az amúgy szabad piaci rendszert, ami viszont hogy levédjék a korrupciótól a rendszert, a hagyományos itteni korrupciótól, akkor elbonyolították, és lám 2 hónapot késik bizonyos könyveknek a kiadása. Érdekes módon ebben a rendszerben bizonyos magyar tankönyvek jól jártak, mert a románoknál is hamarabb kerültek a kis példányszámuk miatt például, vagy amiatt, hogy specifikusan magyarok, tehát nincs román megfelelőjük, hamarabb kerülhettek az ötödikesek asztalára, viszont más helyzetben mindig késünk. Ha ezt a rendszert tartanánk fenn továbbra is, ezt a szabadpiaci rendszert, akkor a 6-7-8. Sőt, aztán a középiskolai osztályok tankönyvei esetében a román tankönyvekhez képest, amikor azokat lefordítani kell, egy-egy évet késnének. Tehát a krónikus marad. Román. Igen, ebben a rendszerben minden jó indulat és jó szándék mellett. Hogyan tudnak tankönyvügyben egyébként segíteni? Tankönyvügyben... Ugye volt egy román nyelvet másként oktató, tanító tankönyv projekt, ez hol áll? Igen, ez is időt vett igénybe, hogy figyelni tudjunk erre a rendszerre, mert a régi változatban a kiadóknál volt a tankönyvügy, és hiába jártuk azokat az utakat, minisztérium, stb., amiket mi eddig bejártunk, mert egyszerűen mindenki vonogatta a vállát, hogy nem, ez egy magánügy a tankönyv.
Mi ezután a műhelyeket, a tankönyv írók csoportjait, szakmai csoportjait akarjuk segíteni. Sokáig ezek szinte önmaguktól indultak, működtek, és munkájuk javarészét becsületesen és nagyon jól állítólag, a szakma ezt mondja nagyon jól, és én elhiszem, végezték, mire megszólaltak, hogy segítségre volna szükségük. Tehát nem az történt, hogy az elején kérték a segítséget, hanem amikor már nagyon, nagyon nehéz volt, akkor szembesültünk velük. Az elmúlt napokban elég sokat lehetett olvasni és hallani arról, hogy Ukrajnában az oktatási tanügyi törvény úgy változott, hogy az ott élő kisebbségek számára ez problémát okoz. Ehhez hogyan viszonyulnak, hogy látják ezt a helyzetet? Ez az ukrajnai magyarságnak, ha egységében tekintjük, és szolidárisan az egész Kárpát-medencei, vagy egész magyar nyelvterületi oktatás, már pedig úgy tekintjük, ez egy nagyon veszélyes kihívás. Reméljük, hogy hatékonyan tudunk szólni mi is, de főleg mások ellene. Egy pici jó dolog van számunkra ebben, és nem az, hogy megmutatja, hogy nekünk jobb, hanem az, hogy az ukrajnai román kisebbséget is érinti, és ebben az esetben határozottan szint kell vallania a román politikának, hogy akkor hogyan képzel el a térségben kisebbségi oktatást, mint egy mellékes valamit, ami akkor jut eszünkbe, ha éppen figyelmeztetnek, amire akkor költünk, ha még maradt valami pénzt, amin legelőször spórolunk, mikor nincs elég pénz, vagy pedig egy teljes spektrumúként képzelik ezt el. Ezzel kapcsolatban egyébként milyen megnyilvánulások születtek román oldalról? Elég jó megnyilvánulások születtek, és mi ezeket román állampolgárként támogatjuk. Hát végre valamit támogatunk. Igen. Zárjuk akkor így pozitívan. Köszönöm szépen a befáradt. Én is köszönöm.